Begurul a busz a szekszárdi városi sportcsarnok elé, ami az atomerőmű KSC játékosait hozza törökországi megmérettetésük után. Nem kis eredményt tudhat magának az egyesület, történelmi sikert értek el, ugyanis bekerültek a női Európa Kupa 4-es döntőjébe. A klub vezető edzője azt mondja, büszke a csapatára, és bár nehéz év van mögöttük, kifizetődött a kemény munkájuk. Én mikor kezdtem 5 éve ezelőtt szekszárdon dolgozni, mint vezető edző, azt mondtam, hogy nekem ez lenne kívánságom, mert kérdeztek újságíró, mi lenne cél. Én mondtam, ez a cél, hogy Szekszárd legyen híres, nem csak, hogy legyen szőlő és borvárosa, hanem kosárlabdavárosa is. Pesgővel, Virág Csokorral üdvözölte Szekszárdváros polgármestere és alpolgármestere a csapat játékosait. Bár szűk körben, de mindenképp szerették volna megünnepelni a lányok győzelmét, mondja Gyurkovics János alpolgármester. Természetesen bízunk benne, hogy hát lehetetlennek tűnik, de mind a labda kerek gömbölyű, bízunk benne, hogy valami még ennél is csodálatosabb eredményt tudnak elérni, de ezzel is nagyon-nagyon meg vagyunk elégedve, nagyon-nagyon örülünk, nagyon-nagyon büszkék vagyunk rájuk, és mindenkinek nagyon sok sikert és nagyon jó egészséget kívánok. Az Európa Kupa 4-es döntője során az elődöntőben olasz ellenfele lesz a szekszárdi csapatnak.